A hűtlenkezelés és a csalás vádja alól is felmentette a bíróság Hernádi Zsoltot. A hivatali vesztegetés miatt indult eljárást pedig megszüntette a fővárosi törvényszék. Ha az ítélet másodfokon jogerőre emelkedik, akkor a magyar bíróság döntését minden tagországnak el kell fogadnia, így a horvát eljárást is meg kell szüntetni Hernádi ellen, és nem körözheti az Interpol sem őt. Hernádi azt mondta, ő csak járulékos vesztesége a MOL ügynek. A per vaskos iratanyagával a kezében érkezett a bíró a tárgyalásra, mögötte a MOL vezér. Hernádi Zsolt ellen a társaság korábbi vezető jogtanácsosa indított pert. Szerinte Hernádi korrupciós ügye miatt jelentősen csökkent a vállalat részvényeinek értéke. A jogtanácsos nem jött el a tárgyalásra, védője szerint azonban 24 milliót bukott Hernádi miatt, és nem csak ő lett veszteséges. A hűtlen kezelés úgy valósul meg, hogy a MOL, mint elkülönült jogi személy, is kárt szenvedett. Az említett 5 millió euró vagyon csökkenést eredményezett a MOL-nál. A részvény árfolyam esett, ezt senki nem vitatja. Akinek volt MOL részvénye, azt tudja, de ezt tessék szívesen megköszönni Horvátországnak, meg a horvát médiának, vagy nem tudom kinek, de hogy nem Hernádi Zsolt tehet róla, az egészen bizonyos. Az utolsó szó jogán Hernádi Zsolt a felmentését kérte, a bíróság végül neki kedvező döntést hozott. A bíróság Hernádi Zsolt vádlott ellen nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetés büntette miatt indult büntetőeljárást megszünteti. A csalás és a hűtlenkezelés alól felmentették Hernádit. A bíró szerint a vád nem volt megalapozott. Azt semmi nem rögzítette, hogy a MOL vagyonából hiányozna akár egyetlen egy forint is, ami ebben az irányban tűnt el. Hát ha pedig ezt nem lehet megállapítani, hogy a MOL vagyonából hiányzik, akkor hűtlen kezelés az nemhogy ebbe a körbe nem állapítható meg, hanem úgy egyáltalán nincsen nyoma ilyen jellegű bűncselekménynek. A tárgyalás után Hernádi azt mondta, az elmúlt 3 év túl hosszú volt ahhoz, hogy az elsőfokú ítélettel elégedett legyen. Szerinte a vesztegetési ügy kirobbanása nem a személyének szólt. Ez a MOL-ról szólt. A MOL-ról szólt, a MOL nagy lett, a MOL sikeres lett, a MOL nyereséges lett. Horvátországban voltak olyan problémák, amik miatt ez az ügy összeállt, és ennek volt az egyik ilyen megoldása. Ahogy ezt néhányan fogalmazták, én egy járulékos vesztesége voltam ennek az ügynek. Az ítélet nem jogerős, abban az esetben viszont, ha a bíróság másodfokon is helyben hagyja, akkor a horvátországi eljárást is meg kell szüntetni Hernádi ellen. Sőt, ezt követően az Interpol körözés visszavonását is kezdeményezheti majd a MOL vezérvédője.